Jó napot kívánok! No, nézzünk végig egy olyan indítást, ahol meg is várjuk és be is kapcsolgatjuk a navigációt. És mindezt úgy, nem, ezt nem viszünk, hogy mindeközben pedig viszünk magunkkal. Nem fordítva. Nagyon fontos a Mirage-nál, ha fegyvereket viszünk, akkor csak úgy tudunk vinni fegyvereket, hogyha mind a két oldalt ugyanazon, mert egyelőre még nincs betéve, az nincs beintegrálva az, hogy különböző pylonokon, tehát a 4-es és a 6-oson ugyanolyannak kell lennie, a 7-esen és a 3-ason ugyanolyannak kell lennie, a 2-esen és a 8-ason ugyanolyannak kell lennie, és a többi. Nem képes kezelni. Különben. Na! Először is kérjünk Ground Crew F8, Ground Electric Power, és adjunk neki. Majd ha van. Megnézzük, hogy van-e. Ja, igen. Ez, amit nem értek még egyelőre. Ha 24-es, aztán nagy dögöt alul berakom oda, akkor nem úgy, mint a jó barátomnál. Na, mindegy is. Szóval nem mindig pakolja fel helyesen a dolgokat, és nem értem, hogy miért. Jó. Azt mondja, hogy kapcsoljunk egy batterit, egy kis fényt, konzol és dashboard, fényerő, oké. Okay. No, először is, ugye ez az INS nav mód selector, ez pedig az operation módja a navigációnak. Ez itt gyakorlatilag arra lesz majd szükség, hogy azt fogjuk nézni, hogy hol tart az alignment, másra egyébként nem kell. Állítsuk ezt először is egy jobb klikkel VEI üzemmódba, és ez meg a paraméter selector, tehát mit írjon ki éppen. Itt van egy csomó minden egyelőre, ami nekünk fontos, latitude, longitude, ez az LG, az összes többi az annyira nem. Állítsuk erre a LG-re, és itt most megadjuk szépen, hogy hol vagyunk helyileg pontosan. Az 1-es gombbal a jobb oldali, vagy a bal oldali részét, editáljuk a 2-es gombbal a jobb oldali részét. Ahhoz, hogy tudjuk pontosan, hogy hol vagyunk, meg is tudjuk nézni, itt van alul a csíkon, vagy az F10 mapon, teljesen mindegy. Az F10 map, hogyha éppen egy olyan szerveren vagyunk, ahol nem engedélyezett megnézni. Itt 45.00 a bal felső sarokban látszik a ma mellett, 45.00.13 észak, tehát N. És akkor azt kéne beírnunk, ugye, hogy észak, az az N betű. 45.00, mit mondtunk, 13? 13. És az inch gombbal beütjük. És akkor ugyanezt a másik oldalra, ugyanúgy megadni, hogy 37, 20, 22, csak hogy ugye itt három számjegy van, tehát nulla, bocsánat, először meg kell nyomni az I, E betűt, mint East. Igen, és most 0, 37, 20, 22. Jó, ezzel megvan adva, hogy hol vagyunk éppen most, megadtuk a számítógépnek. Jó, jobb klikkel egészen odaig, hogy A jelen. Tovább tekerjük a kis gombocskát,
Itt elkezd villogni az alignment mód, és ezt mondjuk neki, hogy validate data entry, és erre rányomunk. És ilyenkor, hogyha szeretnénk tudni, hogy hol tart, itt egy jobb klikkel az STS módba állítva, követhetjük, ez végig számol majd szépen nekünk, ezt föl is gyorsítom, mert alapvetően nem kell csinálni semmit sem közben. Szépen felgyorsítjuk, és amikor ez elkezd számolni lefelé, akkor kezd el elájnolódni úgymond a maga a navigáció, és amikor ez eléri a nullát, akkor itt a zölden ki fog írni, hogy RAT, vagy PERT, mindjárt kiderül, PRET, egyik se talált, nem baj. És elkezd villogni, ugye láthatóan már elég közel van, persze természetesen ezt most felgyorsítottam, mint a fene, de a lényeg az, hogy egyébként sem lassú, tehát ilyen 3 perc alatt, körülbelül 4 perc alatt megvan. Csak én most nem akartam ezzel szarakodni. Tírarírarám. Kész is. Szolidan, tehát végig folyamatosan világít a PRET kijelző. És ha ez megvan, akkor jobb klikkel ismét a NAV-ba állíthatjuk, illetve ezt ne felejtsük el visszaállítani normálba, N betű felé, hogyha azzal, hogyha átállítottuk. Jó, na most az, amit elvileg... Aha, igen, jól emlékeztem. Elvileg még mindig nincs benne integrálva a játékba az, hogy lehessen váltogatni a waypointok között, illetve előre felé lehet valahogy, de azt arra még nem jöttem rá, hogy hogyan. Mindjárt elmondom, hogy miért baj ez, vagy miért nem baj. Beindítjuk a maradékot. Nem tudom, miért elhallgat. Behúztam éppen itt a kéziféket, hogy ne mozduljon meg a repülőgép közben. Jó. Azt mondja, hogy radar. HUD. HUD navigáció. HUD egyszerűsített. No, ha már itt vagyunk egyébként, ezzel lehet beállítani az automata vagy manuál radar altimétert, tehát hogy a radarral nézze, hogy milyen magasan vagyunk. Ez célkeresztnek vagy célpontnak a fesztávja, a szárny fesztávja. Jó, ebben minden kész. Minden szép és szuper. Ja. Úgy. Na, még kapcsolunk egy csalit, ECM-et, meg egy RVR-t, és akkor... Ja igen, még mielőtt elfelejtem. És akkor végül mégiscsak tudtad hozni ezeket. Jó. Jó, tehát a lényeg az, hogy ugye itt a 7, 6, 4, 3 slotokban egyfajta kell, hogy legyen ezek szerint, mert különben nem tudja kezelni, illetve ugye a 2, 8 és a 9, 1-esen is egyféle. Na. Ja. Akkor taxizunk egyet, felszállunk, aztán onnan mondom tovább. No, itt már meg is jelenik ugye a kis ismerős kis házikó, ami azt mutatja nekünk, hogy nagyjából merre van a waypoint 1.
És egyébként meg a HSI-n, hogyha ez a navigációra van állítva, ugye így lehet váltogatni körülött, ez a kis videó itt majd mozog. Ha az a navigáción van, akkor a HSI, az ez a dupla nyilacska, oda mutat, ahol a következő waypoint van. Na most, sajnálatos módon, ugye itt látszik, hogy 8,4 mérföldre vagyok az első waypointtól. Sajnálatos módon nem tudom, hogy hogyan kell visszafelé vagy előrefelé. Lehet, hogy még nincs is beimplementálva ez a visszafelé tekerős, de az előrefelé tuti, hogy valahogy lehetséges. Csak nem emlékszem, hogy hogyan. Elvileg ezzel kéne, csak ez nem csinálja. De se rá fügy, mert ha áthaladunk az első waypoint fölött, akkor rögtön át a másodikra. Egyébként itt ez a kis villogó izé, ez a célkeresztszerű, az mutatja nekünk, hogy hol van a waypoint pontosan. Minek utána waypointokat én szabtam meg ehhez a küldetéshez, ezért földre raktam, de hogyha éppen 10.000 méter magasan lenne, akkor ott látnám ezt a kis keresztet. Aztán mindjárt meglátjuk, ahogy átrepülünk fölötte, a HSI is meg fog változni, illetve hogy a oda került előre a következő célpont vagy waypointra maga ez a kis célkeresztszerűség. Jó, közben a radarom is magához tért, úgyhogy az is jó. És nincs hangerő. Kinti nézetben van hangereje a játéknak, de itt bent nincs, nem értem miért. Még lehet, hogy túlságosan le van véve kint az options-ben. Ja igen, apropó options, hogyha itt például itt a location-unk nem latitude-longitude-ban van megadva, vagy itt is fönt nem latitude-longitude-ban van megadva, azt is az options-en belül lehet átállítani, hogy hogy szeretnénk, hogyha kiírja. No. És akkor nézzünk egy unguided weapon-öket, mert hogy azért is jöttem, hogy ledobáljak pár bombát. Jó. Ezek szerint elhagytam a 3-as waypointot. Elrepültem fölötte valószínűleg. No, se baj. Ugye először is menjünk sorba, ez a gun. És a gun tudom földi használatra is beállítani. Tehát ahogyan a... elfogyott a sebesség. Ahogyan levegő-levegőre is tudom használni, ugyanúgy tudom még egyszer rákattintva ide, tudom használni levegő-földre a gunokat, akkor megjelenik egy ilyen pipper itt előtt, és oda fogunk lőni a gunokkal majd, ahol az van. Jó, ez ugye a Magic, és hogyha szeretnénk előhozni földi radart, ami éppen nincs beintegrálva, akkor az a TOS lenne. De a lényeg az, hogy ez most irányítatlan bomba, és mint olyan, szerintem nem az a 3-as waypoint. Ja, megnézem, hogy hol vagyok, mert közben nagyon... Aha, az már a 4-es. Nem baj. Szóval a lényeg az, hogy ha kijelölöm ezt a... ugye most a BF-60 kijelölve, ami ez a cluster bomb, tehát ez a nagy fehér cső, vagyis ez a Mark 20. Na, keresünk valami célpontot, hát ha el tudom találni. Ja igen, a legnagyobb vicc, a magic-eket nem tartja semmi a szárny alatt. Ő
hölgy. Kikapcsoltuk a fényeket. Jó. Hol vannak a célok? Hol van a célom? Céltalanó repkerek. Ott vannak. Na, CCIP, vagyis irányítatlan bombázásról annyit kell tudni, mint minden más irányítatlan bombázásról. Van egy kis célkeresztünk, amit, hogyha ráviszünk a célpontunkra, és akkor megnyomjuk a kioldó gombot, elég nagy valószínűséggel akkor fogja kioldani a dolgokat. Illetve elég nagy valószínűséggel eltaláljuk a célpontunkat. Viszont, amit kell tudni, ezzel az alsóval itt lehet növelni a bombák ledobása közötti távolságot, tehát ez szor 10 méter, tehát ez 100 méter, 200, 300, stb. De, bocsánat. Tehát 10, 20, 30, 40, 50, stb. 8 kilométerig, ha minden igaz. Vagy 800 méter? 800 méterig. Itt pedig ki tudom választani, hogy hány darabot dobjon el egyszerre. Tehát 2, 4, 6, 8, 10, ez igaz egyébként a rakétapodokra is, ami ez az RK-3. De azt mondom, hogy ha 10 darab van, tehát őt nem érdekli az, hogy hány darab van éppen felszerelve. Ha 4 darab van nálam és 10-et választok ki, akkor minden 4-et ledobja. Nem probléma. Most válasszuk ki azt, hogy 4-et, és szeretném hát mondjuk 10 méteres távolságba egymástól ledobálni őket. Itt ott vannak a céljaim. És drukkolok magamnak, hogy eltaláljak valamit. Na szóval, itt van ez a kis célkereszt, és illetve hát az a repülőnk, hogy merre megy, és alatta majd mindjárt megjelenik a becsapódás pontja, az ott lent. És azt a becsapódás pontját kéne ugye odavinnünk a célpontunk fölé. Ugye beállítottam, hogy nem lőnek vissza? Ugye? Jó. Kioldottam. Nem oldottam ki. De kioldottam. És hova lettek? Egyik sem talált. Nem. Hát, akkor erről ennyit. Nem talált egyik rakály bombám sem, de majd most szépen átváltunk egyébként ugyanezt, mindegy, hogy az external internát választjuk ki, egyelőre nincsen beépített gunpod, illetve beépített rakéta pod. Mennyire mentem messze? Nem túlságosan jó. Na, ott is látszik. Aha. Ilyen nyomkodtam. Milyen nyomkodtam el? Na, itt látszik, ugye ide fognak érkezni a rakéták nagyjából. Ráfordulunk.
Na, hol vettek, srácok? Igen, elhagytam őket. Ja, nem itt lesznek elől. Úgy van. Ott is van. Úgy. És nincs több rakétám. Van még ugye egy darab GPS vagy által irányított bombám. Ez bármelyik GBU-ra érvényes, illetve hát amelyik ugye nyilván amelyik lézerre irányított. Sajnos a Mirage-nak nincs saját lézere, viszont tudunk lerakni, hát megjelölni valamennyire megjelölni egy pontot a földön, ahova majd ő megpróbálja oda dobni, illetve nagyjából oda fogja dobni. Csak hogy ez a pont, ez kb. Nagyjából kiszámítható. Ugye a lock gombbal, lenyomva a lock gombot tudjuk odarakni és elvenni. És amikor vízszintesben van a repülő, jön fel, úgy van, jön fel az a kis csík, amikor a csík elérte a vízszintes csíkot, akkor lenyomjuk, ledobjuk, és reménykedünk, bőven túlment rajta, csapódott be, pedig jóval elé céloztam. Ez egy ilyen dolog, jelen pillanatban még nem működik, mivel még nincs kész az Eclair pod. Azt hiszem, hogy az Eclair pod az pont nem lézeres, de... Na mindegy, a lényeg az, hogy még nincs beintegrálva az a cucc, amivel meg tud magának jelölni célok, lézeres célokat. Be lehet állítani úgy egy küldetést például, hogy a... Hopsz. Följebb akartam egy ilyen. Nem baj. Szóval be lehet állítani úgy a küldetést, hogy egy... Kapcsolod neki, hogy... Egy valami JTAC vagy valaki lézerrel megfessen nekünk, vagy egy másik repülő, és akkor viszont pontos találatokat lehet véghez vinni vele. Nem annyira használtam még ezt a funkciót, sajnos nem tudom, hogy hogy kell. Állítólag lehet, már láttam videót, ahol megcsinálta valaki, de én még nem estem neki, és még nem csináltam. Jó. Hogy. Na. Itt meg ugye a bomb fuse selectot, vagy bomb fuse tudok beállítani, hogy első, tehát tail vagy head fuse-os legyen a... Hát ezt bekapcsolva hagytam. Ja, de se baj. Na, viszont, amit még tud ez a gyönyörűség, na, akkor próbáljuk ki, hogy hogyan kéne ezzel landolni ILS-sel. Maradjál itt. És ha már itt vagyunk, autópilóták, van ilyen. Először is ugye itt lehet tesztelni, hogy élnek-e még a világító gombok. Ha egyszer megnyomjuk ezt, akkor bekapcsolja az autópilóta. Ilyen esetben arra megy, amerre éppen mentünk. Tehát őt nem érdekli semmi sem. Ő tartja ezt az irányt. Ha süllyedünk, süllyedünk, ha nem, őt nem érdekli. Második mód az egyen fölötte. Az altitude hold, magyarul magasságot tart, ez maximum 45 fokos dőlésszögig bírja követni a dolgokat. Van egy ilyen, hogy selected altitude hold, ami most azért nem kapcsol be, mert nem választottam ki semmit sem. De itt alul be tudom írni, hogy mondjuk 5200-ot szeretném, hogy tartsál. És... Szépen ő be fog állni 5200-ra.
nem várom meg, amíg meghülyeskedi magát. Van még egy ilyen, hogy approach hold, illetve selected nem. Hello, de ez még nincs is beimplementálva, oké, akkor mindegy, haladjunk tovább. Approach hold, az meg mindjárt az ILS-sel kapcsolatban megnézzük. Fordulj át szépen. Merre vagyunk? Batumira szeretnénk leszállni. Baromira szeretnénk leszállni Batumira. 115-ös headingen van, az jó lesz. Jó. Azt mondja, hogy... Tartsod meg ezt. És nekem kell Batumiból a takan száma, illetve az ILS száma. Tehát 110,30, illetve 16x. 16x, oké. Okay. Transmit receive-en van. Channel, oké. Okay. 110,5-öt mondtunk, ugye? Nem, 110,3. Nem 35, 3. No, és akkor, hogyha ezt ugye navigációra átállítjuk takanra, tacra, akkor megjelenik majd egy ilyen kis aranyos kis képecske. Ugye ott van a lefutópálya, a leszállópálya. Ez mutatja, hogy körülbelül mi hol vagyunk, illetve hol kéne legyen a repülőnk. Whee! Menjünk le! Túl gyorsak vagyunk és túl magasan vagyunk. Ott is van. Tehát a GlideScope kocka, az a kis kocka, az mutatja nekünk, hogy mi most alacsonyabban vagyunk, mint a GlideScope, vagy magasabban vagyunk. Most azt mondja, hogy magasabban vagyunk, vagy alacsonyabban vagyunk. Legyünk szívesek kakaót adni neki, kicsit is emelkedni, de nem baj, majd úgyis utolérjük a szépen a dolgot. 230 sebességnél érdemes kiengedni a kerekeket. Ugye itt lehet követni az ADI-on, hogy hogy is nézünk ki, illetve hogy is áll a szögekhez képest a repülőnk. Ja igen, tehát a lényeg az, hogy ugye itt ez a VOR ILS, ez pedig a takan, mind a kettőt beállítjuk, illetve a takant azt erre a TR-re, a piros pötty, arra kell állítani. És nem lezuhanni, ha lehet. Bele kéne mennem abba a kockába igazság szerint. Úgy most jó, jó, magasan vagyunk, a sebességünk is nagyjából jó. Lefelé egy kicsit. Tehát az kell, hogy a kocka az se fönt legyen rajta nyíl, se lent legyen rajta nyíl. Most megint lent van rajta nyíl, vagy fönt van rajta nyíl, az azt jelenti, hogy menjünk lefelé. És ezt a sebességet és irányt kéne tartani. És lerakjuk. Mehetnek a fékek is. És automatikusan ki is kapcsolja az ILS-t. No. Picit ha akarunk, akkor... Lehet ugráltatni az elejét Lowrider. És nagyjából ennyi. Amint lesznek majd fejlemények, akkor lehet, hogy fogom is előről kezdem az egészet, illetve a navigációs részt lehet, hogy még egyszer átveszem. Majd, hogyha lesz, bele lesz rakva például a... mert most jelen pillanatban nem lehet bele táplálni új waypointokat, csak azt, amit eredetileg a küldetésben megvan, előre megvan csinálva. Nagyjából ennyi. Ha kérdés van, mint mindig, szívesen válaszolok rá, ha tudok. Sziasztok!